Már nem törvényszerű, hogy nyáron mindig hétvégén romlik el az idő. Általában akkor esik az eső, amikor mindenki azt tervezi, hogy kimegy a strandra. Karlecse Krisztián ma Herman Dórától, a TV2 meteorológusától próbálja megtudni, hogy mekkora viharokra számíthatunk. Sziasztok! Ne keserítsetek el, ugye szép idő lesz hétvégén. Jó reggelt, nagyon-nagyon pozitívak leszünk. Először is egy ilyen budapesti látképpel jelentkezünk, hogy milyen csodálatos reggel van. Aztán arra gondoltam, hogy például mondjuk lehetne olyan pozitívunkat mondani, hogy iszonyatosan nagy meleg lesz, 30 fok fölött, ami például kitűnően jó nem csak a napozóknak, hanem mondjuk a kovászos uborkát eltevőknek is például. De mondjuk a jég például nagyon jó lehet a kültéren éppen valamilyen partit rendezőknek, jégkásának. A hatalmas szél az meg, nem tudom, Dóri, az minek lehet jó? Te jössz. Mi következik a 3 napban? Hát esetleg a vitorlázóknak lehet jó, de azért a viharos szél az elég nagy károkat tud okozni, főleg a mai napon pénteken számíthatunk viharos erejű szélre, illetve jégesőre is, akár nagyobb méretű jég is lehet, tehát 2-4 cm-est is meghaladhatja helyenként. Tehát a mai napon készülhetünk heves zivatarokra, viszont a hétvége az már jobb idővel kecsegtet, szombaton inkább északkeleten lehetnek zivatarok, de akkor már hevesebb zivatartól nem feltétlen kell tartani. Szombatra elsőfokú figyelmeztetés van érvényben északkeletre, és vasárnap inkább nyugaton lehet egy-egy zápor, illetve zivatar, de a hétvégére már jobb lesz az idő, és egyre több napsütés ígérkezik. Most pénteken, ha jól tudom, szinte majdnem az egész országra riasztást adtak ki, ugye? Figyelmeztetés, egyelőre figyelmeztetés van kiadva, és ez főleg így az északi és a középső megyékbe érvényes, ott másodfokú figyelmeztetés van érvényben, illetve még több megyébe elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a heves zivatarok miatt, és a déli-délnyugati megyékbe a hőség miatt, tehát a napi középhőmérséklet a 25 fokot is meghaladhatja. Tehát akkor azt hiszem, hogy műsorvezető kollégáinkat is megnyugtathatjuk, meg akár a nézőket is, hogy akkor hétvégére mondjuk úgy, hát nem is tudom, hogy a hagyaszavaidból kiveszem, egy olyan 80%-osan jó idő várható, kivéve ahol jégesik. Hétvégére javul lényegesen az időjárás, és mondom, szombaton inkább északkeleten fordulhatnak elő még zivatarok, de a hétvégére már lényegesen jobb lesz az idő. Még kissé szeles, inkább az északi megyékben lehet egy-egy élénk, illetve erős széllökés, de a hétvége már jobb idővel kecsegtet, több napsütéssel, úgyhogy a strandolóknak már mindenképp kedvezni fog. Ma kell készülni heves zivatarokra főként. Azt egyébként meteorológusként meg lehet mondani, úgyhogy hogy itt az országra kiadtok figyelmeztetést, riasztást és egyéb dolgokat, hogy a jég az hol esik meg, hol nem. 3 hete volt egy nagyobb jég, én 60-ban voltam ott éppen, hogy elkapott egy kis eső minket, Miskolcon pedig köztük a szüleim kertjét is, és gondolom sok más kertet is, nagyon elvert a jég. Tehát, hogy ezt erre fel lehet készülni, vagy azt így körülbelül meg lehet mondani, hogy lokálisan hol várható jég? Igen, főleg ugye a zivatarok környezetében, és akkor azért azok látszanak, hogy nagyjából, hogy merre lesznek. Természetesen záporzivatar, ezek lokális jellegűek, tehát pontosan meghatározni, hogy méterre pontosan hol lesznek, ez nehéz, inkább területi átlagban lehet körülbelül megmondani, hogy merre felé várható hevesebb zivatarok kialakulása. Kicsit vegyük át a nagyobb tavainkat, ugye van nekünk Balatonunk, van Velencei tavunk, van Tisza tavunk, és vannak még kisebb tavaink. Hova érdemes menni a hétvégén, hol érezhetjük magunkat biztonságban, inkább az ország nyugati fele, inkább az ország keleti fele? Hétvégén tulajdonképpen bárhová. Hétvégén ugye, ahogy említettem, szombaton északkeleten lehetnek még zivatarok, főleg vasárnap pedig inkább nyugaton alakulhat még ki egy-egy záporzivatar. Inkább a mai nap lesz az, amikor például a Balatonnál is elkaphatja a strandolókat, fesztiválozókat a hevesebb zivatar, és ezekből nagyobb mennyiségű csapadék is lehullhat, de az estére, késő estére már azért csillapszanak, és délnyugat felé távoznak általában a zivatarok. Jó, akkor legyen nálunk esőköpeny, nem? Vagy valami esernyő, vagy valami ilyesmi? Hát esőkabát az jó, mert a viharos szél az esernyőket úgyis kicsavarná, úgyhogy inkább esőkabát, ami ilyenkor segíthet valamennyit. Most azon gondolkozom, hogy általában most ezek a frontok és viharok és egyéb dolgok, azok nyugat felől közelítenek. Ugye van most nekünk nagy fesztiválunk, éppen zajlik a Balaton környékén, tehát hogy ők akkor, hogyha kapnak ebből a frontból, akkor az először ott azon a részen jelenik meg, nem? És csak utána mondjuk Miskolcon még röhögnek a markukba. Igen, főleg
a mai napon is észak-nyugat felől a délutáni órákban várható, de több hullámban számíthatunk ilyen hevesebb zivatarok kialakulására. Tehát lehet, hogy az egyik elvonul, de követheti a következő hevesebb zivatar. Hát ennyi, azt hiszem, hogy mindenkit meg tudtunk nyugtatni, legalábbis most hétvégére. Sziasztok, viszlát!